Szumoznak egymással a Lego robotok, az erősebb jobban kitalált egyszerűen kitolja a másikat a körből. Közel 30 általános iskola diákcsapatai hozták el robotjaikat a Nyíregyházi Egyetemen rendezett nem mindennapi megmérettetésre. Igazából a saját magunk ötletei alapján csináltuk, néztük, hogy minél nagyobb legyen a tapatás, próbáltuk a szabályosan megcsinálni természetesen, és ez a toló lapra nagy hangsúlyt fektettünk, hogy el tudja tolni a robotokat. A Lego robotokat nem csak jól kell megépíteni, programozni is tudni kell. A világ egyik legnagyobb játékgyártója ezen a területen is jelen van. A multicég speciális részlege számos oktatási segédeszközt gyárt. Nyíregyházán a mai naptól pedig egy innovációs stúdióban lehet ezekkel az eszközökkel tanítani. Már csak ezek a kockák hiányoztak, hogy hivatalosan is át lehessen adni a Lego innovációs stúdióját, ami a Nyíregyházi Egyetemen kapott helyet. A játékgyártó ugyanis együttműködési megállapodást kötött a felsőoktatási intézménnyel. A Lego Education International Közép-Kelet-Európában, Magyarországon, Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen hozta létre az első innovációs stúdióját. Ez az első innovációs stúdió a térségben, ezt jelentette be a Nyíregyházi Egyetem rektora. Vasné dr. Figul Erika azt is elmondta, hogy a speciális tanteremben mától megkezdődhet az oktatás. Így segítik elő azt, hogy a gyakorló tanárok, tanítók, tanító és tanárszakos hallgató a legmodernebb eszközökkel fejleszik pedagógiai kultúrájukat. A diákoknak pedig azért előnyös, mert játékos keretek között fejleszthetik a készségeiket, képességeiket. A legfontosabb először is a logikai készségek fejlesztése. Amiben most konkrétan elkezdünk dolgozni, az a szövegértés, ugye az a magyar nyelvtan. Szövegértés, a matematika és a robotika az már ugye egy felső tagozatos, illetve a középiskolás gyerekek számára. Büszkék vagyunk, hogy az eszközeinkkel és ezzel a stúdióval hozzájárulhatunk a magyar oktatás fejlesztéséhez. Ezt már a Lego Education területi menedzsere mondta Nyíregyházán. Matt Clark hozzáfűzte, a körülöttünk lévő világ folyamatosan változik, és az oktatásnak ezzel a változással lépést kell tartania. What I would really like to focus on is that the future of the countries, and Hungary is being one of them, of course, is really depending on the. Amire mi leginkább fókuszálunk, az nem más, mint hogy az államok jövője, és Magyarország természetesen ezek közé tartozik, függ azoknak a gyerekeknek a képességeitől, akik most kerülnek iskolába, hiszen ők jelennek majd meg néhány év múlva a munkaerőpiacon. És ez az, ami meghatározza egy ország értékét, mert amit az oktatásba befektetünk, az a jövőben térülhet meg. Upgrading the educational system just to simply educate better builders of tomorrow. Az innovációs stúdiót ünnepélyes keretek között adták át, melyen részt vett a szakképzésért és a felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is. Pölöskei Gáborné azt mondta, az ilyen innovációk jelentősen befolyásolják a tanárképzést. Ezáltal olyan módszereket tudunk az iskolába vinni, amely olyan készségeket fejlesztenek ki, ami majd a jövő munkaerőpiacán viszont elvárt. Tehát minden mindennel összefügg. Az innováció az nem egy elvárt folyamat, hanem ez egy tény, amit gyakorlatilag jelenleg már elkezdődött. Ezek az innovációs oktatási centrumok, oktatóhelyek, digitális alkotóműhelyek, ezeknek az átadásai majdhogy nem folyamatosak szerencsére. Azt gondolom, hogy ennél jobb partnert az egyetem nem is találhatott volna. Évek óta kitűnő kapcsolatokat ápol a város és a Lego, ezt már Nyíregyháza polgármestere mondta el. Dr. Kovács Ferenc üdvözölte, hogy a játékgyártó és a város felsőoktatási intézménye ilyen szorosan együttműködik, mert ez vonzóbbá teheti az egyetemet. Lego Education az több mint 30 éve foglalkozik ilyen innovációs megoldásokkal, az egyik legtapasztaltabb, legjobb partner. Az átadást követően ma már be is mutatták, hogyan lehet egy tanórán felhasználni a játékgyártó oktatási segédeszközeit. Az Eötvös József gyakorló általános iskola elsős diákjai számára tartottak bemutatóórát, aminek nagy sikere volt.